ezek valószínű mindenki olyan fáradt, mint én. Úgyhogy én elnézést kérek, hogyha nem mindig pontosan fejezem ki magam, mert karácsony is arra kért, hogy reflektáljak, és az kizárólag, hogy én mindenkire tudjak reflektálni most, hiszen szinte mindannyian ugyanazt mondtuk el, különböző szemszögből, de azért megpróbálok. És ennek a délelőttnek talán az a legfontosabb üzenete, hogy együtt vagyunk. Hogy még egyszer eljöttünk. És ahhoz, hogy mi harmadszorra is eljöjjünk, ahhoz bizalmat kell szavaznunk. Talán ez a legfontosabb üzenet, mert én emlékszem, amikor először itt voltunk, akkor reménnyel voltunk teli. És amit Szőlősi Ica elmondott, hogy mi minden nem teljesült, azért mi is felelősek vagyunk. Úgyhogy ennek az április 8-ának jelentősége van. Rajtunk is múlik, hogy mi történik. Összefoglalva a mai délelőttöt, a mai napot, ha itt körülnézek, mindegyikünk életében minimum 3 sorsfordító esemény van. Az első, amiről a legtöbb szó esett, az a nyugdíjazás, hogy nyugdíjasok vagyunk. Hogy a gazdasági aktivitásunk talán egy hozzászóló volt, aki azt mondta, hogy ő vállalkozó, és talán többen is vagyunk, akik még dolgozunk, de a nyugdíjazás eseménye az mindenünk életében egy veszteséggel járt együtt. Gazdasági szempontból is, jövedelem csökkenése, és munkahelyi kapcsolatok feladásával, barátok, munkatársak elvesztésével. És hogy ezen változtatni lehessen, ahhoz valóban rugalmas nyugdíjba vonulás kell, valóban olyan munkaalkalmak kellenek, olyan lehetőségek kellenek, amelyben egyrészt az egzisztenciális biztonságunk megmarad, talán ez a legfontosabb, de emellett benne maradjunk a társadalom szövetében. Itt nagyon sok minden hangzott el, hogy milyen nyugdíjrendszerre van szükség. Kórozsaiknak külön köszönöm, hogy olyan nagyon sokat szól ezért. De azt szeretném mondani, hogy mindennek előtt bizalom kell a nyugdíjrendszerbe, és az állam szava hihetőségébe. Ezen a kettőn fog múlni, hogy milyen jövőnk lesz. A második egészen biztos valamennyünket érintő sorsfordító esemény az a családi együttélésben következik be. Volt, aki azt mondta itt a hozzászólás során, nem tudom, bocsánat, nem jegyeztem meg a nevét, hogy Skype nagypapa. Sokan vagyunk, akiknek a gyerekei kirepültek. Máshol élnek, más városban, más országban. De ez is nehéz élmény. De még nehezebb élmény, amikor özvegyé válunk. És nem tudom, mennyien vagyunk itt a teremben özvegyek. De hogy ennek a családi eseménynek milyen hatása van az ember életére, azzal is számolnunk kell. És én olyan társadalmat képzelek el, amelyben a közösségek ezeket a nagyon nehéz családi eseményeket segítik, nem csak tűnjön, hanem lehetővé teszik számunkra, hogy értelmes célokat tűzünk magunk elé, és értelmes jó világot is teremtsünk magunk elé. Annak ellenére, hogy egyedül maradtunk, hogy esetleg a gyerekeink nincsenek velünk. Találjuk meg azt a közösséget, és ez lehet egy közösség, lehet nekünk az életes, lehet bármely civil szervezet,
azt érezzük, hogy szükség van ránk, hogy a hasznosságtudatunk fontos nem csak nekünk, hanem a társadalomnak is. De ahhoz a civil szervezeteknek, a különböző közösségeknek állami elismerés és támogatás is szükséges. És az a légkör, amelyben élünk, az civilellenes és támogatás nélküli. És a szociális terület. Ez a harmadik, nagyon köszönöm Komárné Zoltánnak, amit elmondott, bár nem minden pontot értek egyetve. Mert azt gondolom, hogy az életünknek a legnehezebb szakasza, sorsfordító esemény, az az egészségünk visszafordíthatatlan romlása. És ebben az egészségügyi és szociális szakmának együtt kell működni. És az integrált egészségügyi és szociális ellátásra van szükség. És ha a két szakma nem tud összefogni, akkor sem az otthoni háziápolás, szakápolás, sem a bentlakásos intézmények minőségi működése nem valósítható meg. Tehát itt nagyon javaslom a Karácsony Mihálynak, mint nyugdíjas parlamentnek, Karácsony Gergelynek, mint miniszterelnök jelöltnek, gondolják végig, hogy hogyan lehet megőrizni az egészséget, milyen prevenció kell, milyen szűrés kell, milyen támogató rendszer kell, és engedjék meg, hogy én azok nevébe szóljak, akik nem tudtak eljönni, mert lakáshoz és áthoz kötöttek, és nem tudnak eljönni, mert beteget ápolnak, és lehet, hogy mi nem tudunk az utcára menni, tüntetni, de több százezren teljes ellátatlansága vannak. És körülbelül a jelenlegi mutatók szerint 70%-a az időseknek ellátatlan, mert nincs meg az a háttér támogató rendszer, akár a családok számára, akár a személyeknek, akik gondoznak, akik törődnek azokkal, akik ma betegek és ellátatlanok. Mit javaslok? Mindenki felelősen gondolja végig, hogy kire szavaz, és kiknek mi támogatás. Én emlékszem, hogy a NYOK szervezett 2014-ben egy pártok közti megbeszélést. És ezen a megbeszélésen majdnem ugyanezek a problémák hangzottak el. És akkor felállt egy fiatal politikus, Tordai Bencének hívják, és azt mondta, oké, mi meghallottuk, hogy önök mit mondanak. Én örülök, hogy a pártok összefogtak most 2017-ben, de hogy mi fog történni, az önökön múlik. És igaza volt. Mi rajtunk is múlik, hogy mi fog történni, hogy miért vagyunk mi felelősek. Ezt érdemes végig gondolni. Köszönöm szépen.